Nem tudom, hogy mennyire ismerik önök, a angolszász területen szokás volt az utazóknak, illetve ezeknek a bizonyos pilgrimeknek egy elköszönési formája, ez pedig a Godspeed. És ezt magyar általában úgy szokták lefordítani, hogy jó utat, szerencsés utat, sikeres megérkezést. Viszont azt gondolom, hogy most ezen az alkalmon is, de számomra mindig is érdekes volt ennek a kifejezésnek az eredete. Mert ez két szóból tevődik össze, ez a God és a Speed, ami ugye az Isten és a sebesség utak. És azt gondolom, hogy ennél többet, ennél jobbat nem lehetne kívánni utazóknak, motorosoknak sem most. Isten irányítson téged az utadon. Mert hát azt gondolom, hogy a sebesség az adott, a második fele ennek a kívánságnak, ez csak a köpcentiken múlik. Viszont az, hogy én hogyan ülöm meg azt a motort, vagy hogy megérkezik-e egyáltalán az ember az úti céljába, hogyan irányítja az útját, azt szokták mondani az emberek, hogy nagy részt rajta múlik, az ő kezében van a motor, az ő kezében van az út. Az, hogy hogyan képes veszélyes helyzeteket átélni, hogy egyáltalán tényleg odaér-e az úti céljába, az rajta múlik. De mégis ad egy kis töbletet ez az elköszönés. Mert hogyha Isten segít bennünket az utunkon, akkor ez valódi nyugalommal, valódi békével tölthet el bennünket. Akkor már nem csak az ügyességeken, a saját képességen múlik. És higgyétek el, hogy sokkal higgadtabb, sokkal magabiztosabb az úton járásunk, hogyha Isten vezet bennünket. Isten őrzi a mi útunkat, és tényleg a motoron ülve is ott van velünk, és irányít bennünket. Ézsaiás próféta így fogalmazza ezt meg. A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok. A béke és a bizalom erőt adna nektek. A kérdés az csak, testvérek, motoros barátaim, hogy akarjuk ezt? Hogy a mindenség ura, a világ teremtője kísérje, vigyázza minden utunkat. Mert hogyha igen, akkor semmi más nem kell tegyünk ezért, csak megtérnünk ő hozzá, Istenhez, és kérni az ő útmutatását, kísérését, segítségét. Nos, én most ilyen értelemben áldalak meg titeket is, mert valóban ez az elköszönés egy áldás forma is. Kívánok nektek jó utat! Godspeed! Isten vezessen utatokon az ő békességével, erejével, higgadtságával. Amen. Krisztus az Isten fia eljött a világra, hogy egybegyűjtse a szétszóródottakat. Minden, ami az embereket az egységre vezeti, Isten terve szerint való. Akiket ugyanis hegyek választanak el, vagy vizek, sőt nagy távolságok különítenek el, azokat összekötik az újonnan épült utak, a személyszállításra való új találmányok, amelyek megszüntetik az emberek közötti távolságokat. Kérjük tehát az Urat, hogy áldja meg azokat, akik ezt az utat, hidat építették, és segítő erejével oltalmazza azokat, akik ezeket a járműveket használják. Az Úr legyen veletek! Úr Jézus, te emberi lettél, és együtt jártad az emberekkel az élet útját. Támogass jelenléteddel szüntelenül, hogy boldogan járjunk szereteted ösvényeink. Te végigjárván a városokat örömhíredet hirdetted, és gyógyítottad a betegeket. Segíts bennünket utazásainkon, és erősíts meg irgalmaddal. Te segítettél a tengeren nevező tanítványokon, és minden veszélyből kiszabadítottad őket. Légy hathatós támaszunk az élet viharaiban, te kísérőül szegődtél a tanítványaidhoz az úton, áldj meg minket úton lévő szolgáidat, és gyújtsd lángra szívünket szavaiddal. Te mennybe meneteleddel utat készítettél nekünk, tarts meg minket földi zarándoklásunkban, hogy egykor atyád házában lakást vehessünk. Te minket édesanyádra bíztál, mint gyermekeit, közbenjárására készíts biztos utat nekünk, hogy egykor megláthassunk téged, és örökre örvendjünk veled. Könyörögjünk. Istenünk, bármely vidéken járnak is azok, akik neked szolgálnak, te sosem vagy távol tőlük, és atyai pártfogással véded a benne bízókat. Mindazokat, akik ezeket az eszközöket használják utazásra, indítsd és irányítsd kegyelmeddel, és kísért segítségeddel. Oltalmad védje őket minden veszélytől,
hogy szándékuk teljesüljön, és a kívánt helyre szerencsésen eljuthassanak. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr irányítsa útjaitokat, hogy békében járjatok és eljussatok az örök életre. És áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. És akkor én körbe megyek és szentelt vízzel meghintem a járműveket, jó? Jó. Meg...